Önök a Politelevízió híradóját látják, a műsorvezető Nagy Brigitta. Köszöntöm a híradó nézőit. Lássuk híreinket röviden. Hétfőtől büntetnek a parkolójai vásárlásának elmulasztásáért. Újabb tárgyalás volt a székelyföldi terrorvádban. Szakmai segítséget biztosítottak vállalkozóknak. Kevesen kapnak a megyében szociális juttatást. Meggyújtották a második adventi gyertyát a városkoszorúján. Mával lejárt a fizetéses parkolás próbaideje Kézdivásárhelyen. Aki parkolójegy nélkül állomásozik a főtéren és a kijelölt utcákon, büntetésben részesül. December 4-én lépett érvénybe a fizetős parkolás városunkban, ami a Gábor Áron teret a Petőfi Sándor utca Boldogözséb templomig tartó útszakaszát, a kaszárnya előtti parkolót, a Függetlenség utcát, az Ady Endre utcát, a Kossuth Lajos teret, a Márton Áron teret, a Szőcs József utcát, valamint a Dózsa György utat érinti. A parkolás felügyeletét a helyi rendőrség végzi, és a gépkocsi vezetőknek reggel 8:30 és délután 5:30 között kell fizetni. A korábbi módszerrel ellentétben kerékbilincselés nem lesz, aki pedig elfelejti jegyet váltani, vagy érvénytelen jeggyel állomásozik, az egy napi jegy megvásárlásával tehát 10 lejjel kiválthatja büntetését. Ennek kifizetésére 48 óra áll az autó tulajdonosok rendelkezésére, és a két napon belül nem fizeti be a napi díjat, a büntetés 150-ről 300 lejre nőhet, annak függvényében, hogy milyen kihágást követett el az illető. Tény azonban, hogy az elmúlt hét folyamán gyakran lehetett találkozni azzal a jelenséggel, hogy az automata elvette a pénzt és nem adott jegyet. Ilyenkor a helyi rendőrök javították meg a gépezeteket. Ebben az esetben jogos a gépkocsi vezetők felháborodása, akiknek hosszú perceket kell eltölteniük a jegyvásárlással. Mint ismeretes a város főterén vagy a fizetős zónában dolgozó személyek havi vagy évi bérletet is válthatnak, ugyanakkor a lakók részére külön bérletkonstrukciókat kínálnak. A fogyatékkal élők és azok törvényesen megnevezett kísérői ingyenesen használhatják a parkolókat, elsősorban a számukra kijelölt helyeket. A fizetős parkolás bevezetését sokan sokféleképpen fogadták. Tény azonban, hogy ha valaki ma délelőtt meg szeretett volna állni a város főterén, bőven talált helyet autójának. November 8-án pénteken zajlott a bukaresti legfelsőbb semmitőszéken az úgynevezett Beke-ügy legújabb tárgyalása. Ezúttal két tanút hallgatta ki ismételten, és egyikük ellentmondásokba keveredett. Ez a per a táblabíróságon lezajlott jogi hercehurca folytatása, miután sem Szőcs Zoltán és Beke István, sem a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyosztály nem volt elégedett az ítélettel, és a legfelsőbb semmitőszéken óvást nyújtottak be. Az előző tárgyaláson a két székelyföldi fiatalt védő ügyvédek kérték a díjkot tanújának az újbóli kihallgatását, míg az ügyészség egy másik tanút hivatott be ismét. Beke István a Facebook közösségi oldalon számolt be a tárgyalás mozzanatairól, és az szerint a díjkot állításait erősítő Kézdivásárhelyi tanú ellentmondásokba keveredett. Többek között azt állította, hogy a terrorakciót szervező vármegyés ülésen senkinél nem volt telefon, viszont ez ellentmondás ugyanis az egyik fő bizonyítékot képviselő hangfelvételen több alkalommal is csengenek a mobilok, és beszélgetnek is a hívott felek. Ennek tükrében kétséges, hogy miként tudta azonosítani a gyűlésen résztvevőket, főleg, hogy a hangfelvétel nagyon gyenge minőségű. Az előző tárgyaláson a bíróság egyébként nem hagyta jóvá a Szőcs Zoltán által kért Rádu Katalina és Turóci Árpád fordító kihallgatását, akik ebben a kérdésben többet tudtak volna mondani. Az említett tanú még azt is hozzáfűzte, hogy 2016-ban is, még a napokban is fenyegetéseket kapott, célponttá vált. Beke István szerint a bírónő teljes pártatlansággal és szakmaisággal vezette a tárgyalást, kérdései a lényegre irányultak. Ennek tudható be, hogy bár a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyosztályt képviselő ügyész ismételten próbált ködösíteni, a bírónő a tanú ez újabb nyilatkozatából egyértelműen kiderítette, hogy Szőcs Zoltán nem adott ki parancsot, Beke pedig nem vállalt be semmiféle robbanó szerkezet elkészítését. A következő tárgyalás időpontja 2018. február 9-e, amikor elvileg talán az is kiderül, hogy mi lesz a védett tanúval, azaz Sándor Józseffel.
2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve. A magyar kormány a külhoni működő magyar családi vállalkozások tevékenységének a támogatására hirdetett pályázatot. A támogatást nyert székelyföldi vállalkozások számára szerveztek most továbbképzést Csíkszeredában. Sajtótájékoztató keretében mutatkoztak be Csíkszeredában azok a székelyföldi családi vállalkozások, amelyek támogatást nyertek a magyar kormánytól. De nem csak pénzt kaptak, csoportos konzultációkon tapasztalt mentorok nyújtanak majd szakmai támogatást annak érdekében, hogy a megpályázott összegeket a leghatékonyabban tudják felhasználni. A résztvevők emellett megismerkednek a szervezetfejlesztés alapelveivel, módszertanával, és a vezetői gyakorlatba azonnal beilleszthető ismereteket szereznek. A pályázók szerteágazó területeken tevékenykednek, de olyan nyertes pályázat is van, amely Romániában eddig ismeretlen technológia meghonosítását tervezi. Amivel ide pályáztam a Bethlen Gábor alaphoz, az egy újfajta, hát végül is agrár és ipari módszer, úgynevezett liofilizáló üzem létrehozására pályáztam, ami azt jelenti, hogy gyümölcsök, zöldségeknek a teljes nedvességtartalmának kivonását jelenti, ugye úgy is mondhatnánk, hogy fagyasztva szárítás, és jelen pillanatban ez nincsen a román piacon, jelen pillanatban egyedül Lengyelországból importálnak ilyen termékeket. Az egész Kárpát-medencében 185 projekt megvalósítását támogatják, legnagyobb hányadát Erdélyben, mondta el Lukács Bence Ákos konzul. Erre a programra közel 890 millió forintot irányoztak elő, ebből 72 erdélyi vállalkozás nyert, és ezeknek a vállalkozásoknak van ma egy továbbképzési Csíkszeredában. A Magyar Országgyűlés 2010-ben döntött a Kárpát-medencei magyarság nagyfokú segítéséről. Kezdetben oktatási és kulturális programok támogatásával és fejlesztésével, majd 2014-től fordultak rá a gazdasági támogatásokra és programokra. A profit.ro oldal összegzést készített arról, hogy miként állnak a romániai megyék szociális juttatást kapó személyeket illetően. Kovászna megyében kevesen kapnak ilyen jellegű segít, és Kézdivásárhelyen is eléggé kevés a rászoruló. Ebben az esetben viszont a rászoruló fogalma nagyon tág értelmet jelent, mert a romániai rendszer nem annyira nagylelkű, mint például a németországi. Egy háromtagú család, aminek havonta összesen 300 lei jövedelme van, az mindössze 57 lejes jövedelempótlást kap. Ezen kívül kaphat még gyermekpénzt, családi pótlékot, esetenként ösztöndíjat is, és télen fűtéstámogatást. Így a különböző szociális juttatások értéke télen elérheti a 400-500 lejt. Ennek ellenére Kézdivásárhelyen kevés. Átlagosan 50 család részesül ilyen támogatásban, az országban pedig 220 ezeren kapnak olyan szociális támogatást, amely azért jár, mert az illető bevétele nem éri el a garantált minimálbért. A Kézdivásárhely környéki falvakon már magasabb ez az arány, a vidéki településeken átlagosan már 100-nál is több család vagy személy részesül jövedelmi pótlékban. Az országban az első Dolzs megye, ahol 13.710 személy kap segélyt, a második pedig kevéssel lemaradva Buzó megye 11 ezer rászorulóval. A székelyföldi megyék jól állnak ilyen vonatkozásban. A támogatottak abszolút száma tekintetében Hargita megye a 31. helyén szerepel a listán úgy, hogy a közel 334 ezer lakosból kevesebben, mint 3100-an kapnak segélyt, Kovászna megye pedig a 39. Háromszéken ugyanis a 229 ezer lakosból 2016-an kapnak jövedelempótlékot, ami a lakosság mindössze 0,88%-át teszi ki. Megyénkben havonta körülbelül 606 ezer lejt költenek pótlékra, és ezzel az országos lista 35. helyén állunk. Több száz érdeklődő jelenlétében gyújtották meg szombaton este a város főterén az adventi koszorú második gyertyáját. A rendezvény a gyerekek számára is ünnep, hiszen előadásukkal minden alkalommal különleges hangulatot adnak az eseménynek. A Kántusz Kamara Kórus ünnepváró dallamai vezették be a második gyertyagyújtás köré szervezett ünnepséget is a Gábor Áron téren. Farkas Alajos, a Szent Háromság templom római katolikus segédlelkésze köszöntötte az egybegyülteket, majd Beder Imre református lelkész osztotta meg a várakozás időszakával kapcsolatos gondolatait. Adventben sokszor emlegetjük Keresztelő Jánost, mint Krisztus előfutárát. Hát nagy segítségű nekünk abban, hogy lélekben is felkészülhessünk a Krisztus várására.
Bóth Péter híres református lelkész, akit annak idején a hátam mögött levő református templomban főjegyzővé, erdélyi püspök helyettesévé is választottak. Négyféle adventről beszél. Az egyik, az első advent az, amikor Krisztus valóságosan a földre jött, és ezt várták a tanítványok. A másodiknak azt az adventet mondja, amikor az ember vágyakozik arra, hogy Krisztus az ő életébe is belépjen. A harmadik advent az, mondja Bóth Péter, amikor majd halálunk óráján, végső pillanatunkban újból eljön hozzánk, hogy lelkünket megmentse és magához vegye. Az utolsó, a negyedik advent szerinte az lesz, amikor majd világ végén visszajön ítélni élőket és ottak. Advent második vasárnapja révén én a második adventre szeretnék figyelni most, és egy pár gondolatot így osztani meg. Mégpedig arra, hogy milyen az, amikor Krisztus jön, belép az ember életébe, átalakítja, megváltoztatja, élővé teszi. A Revit kulturális műsor a Manócska Napközi Otthon óvodásainak előadásával kezdődött, majd a Túróci Mózes általános iskola, végül az Apor Péter szakközépiskola kórusa szerzett meghitt pillanatokat mindazok számára, akik jelen voltak az adventi koszorú második fényének fellobbanásánál. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!